Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat! A halójárat utolsó órájában a Magyar Mérnöki Kamara bejegyzett szakértőjével, a Magyar Faápolók Egyesületének tagjával Ócsvári Gábor erdőmérnökkel beszélgettek. Köszönhetetlen köszönöm vendégemet, Ócsvári Gábort, aki faápoló. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat! Szervusz! Örülök, hogy itt lehetek! eszik -e, vagy isszák a faápolókat? Mert tájépítészekről most már hallottunk, most már az is hallott az elmúlt hetek, hónapok történései alapján, aki, aki korábban nem tudta, mert nagyon sokan nem tudták. Kertészekről eddig tudtunk, meg az úgy valahogy benne volt a történetünkben, vagy a, a, a történelmkönyvekből sokszor hallottuk a kertészek, meg a beolytott virág, meg ez, meg az. De a faápolók azok kicsedek? szakma a szakmán belül? Így igaz, illetve így talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy egy határterület a kertészet és az erdészkedés között. Mert ha látom, hogy te erdőmérnök vagy, a ma vagy erdőmérnök. magyar mérnöki bejegyzett szakértője a Magyar fápolok Egyesületének a tagja. Így pontosan. És egy erdőmérnök az tulajdonképpen valahol elindul a kertészet felé, majd megáll félúton? Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen, illetve hát egy erdőmérnök a fákat szereti, és akkor kertészetben is megtalálja a fákat. Uh -huh. Azt azért rögzítsük, hogy most, amikor főleg fákat említünk, akkor nem az erdei fákról fogunk beszélni, hanem mondjuk akár erdei, vagy akár bármilyen más fa, városi körülmények között, ugye? Így van, az különbözteti meg szerintem a, a két szakmát egymástól, hogy az erdészek általában fa állományokkal foglalkoznak, a kertészek meg fa egyedekkel. Tehát egy kicsit azért a faápolás uh -huh. mégis inkább kertészeti tevékenység. Akkor is, ha mondjuk egy utcafronton, vagy egy parkban, vagy egy ligetben vannak ezek a fák, akkor is inkább egyedeket vizsgálsz, vagy egyedekről beszélünk? Így van, hát egyedekről. Tehát az állománykezelés az egy egészen más történet. Tehát ott, ott azt szoktam mondani, hogy ha egy erdőbe kidől egy fa, az a kutyát nem érdekli, míg ha egy parkba kidől egy fa, akkor azért az komoly gondot jelenthet. Vagy egy utcán. Vagy terülhet. egy utcán természetesen. Igen. De hát. Egy picit mesél magadról, hogy akkor hogyan is lettél te faápoló? Hát én úgy lettem faápoló, hogy ezért azért van azért éppen állást kerestem, és Budapesthez voltam kötve, és akkor találtam egy kertészeti céget, akik fasorfenntartás vezetőt kerestek, bevallom szintén akkor sem se tudtam, hogy ezt teszik e vagy iszák. Elmentem, megtetszettünk egymásnak. Hát nem, hogy megtetszettél, nem tulajdonképpen, ha most beírjuk a, keresőbe azt, hogy faápoló, akkor két-három néven kívül, amiben te is beletartozol, túl sok embert nem találunk, és mondhatni, hogy az egyik lekíres faápoló vagy. E fiatal ez a szakma egyébként? Vagy, egyáltal, vagy, a, vagy, vagy, az, egy vagy, vagy az -e fiatal dolog, hogy erről egyáltalán beszélünk? Vagy az elmúlt időszak történése miatt kerültek szóba egyáltalán a faápolók? Hát attól fiatal ez a szakma, hogy a faápolás, az egy csomó munkát a korona, fa koronájában kell elvégezni. Most ennek a technikai kivitelezése egy viszonylag fiatal dolog, mert vagy autóval, vagy kötéltechnikával lehet feljutni a fák koronájába, és hát ezt régebben azért annyira nem csinálták, vagy legalábbis nem ilyen tömegesen... Tehát tulajdonképpen ez a szakma ez most kezd, nem tudom, kialakulni, vagy öntudatára ébredni Magyarországon, vagy most kezdődik el ennek a szervezése, hogy van egy ilyen egyesület, amiben részt veszel, vagy egyáltalán ti elkezdtek kommunikálni arról, hogy a fákat nem csak elültetjük, és majd úgy magától megnőnek, hanem bizony őket ápolni is kell? Így van. Tehát pontosan erről szól az, az egész. A lakott területen lévő fákat nem lehet magára hagyni, mert azért valljuk meg őszintén, ez nekik nem a természetes környezetük. Ö, nem is szeretnének ők szerintem annyira itt lenni, csak mi szeretjük, hogy ők itt vannak. Díszletnek. Hát, meg még egy kicsit más. Ö, tulajdonképpen a fa ápolás az ugye onnan kezdődhet, hogy nem az az első beavatkozás, hogy kivágjuk a fát. De jó ezt hallani. Mindjárt el fogunk ideig is jutni. Egy picikét induljunk messzebbről. Európában járva, hát nem tudom azért, mert én ennyire szeretem Magyarországot, és bár nyilván rengeteg problémáról fogunk most beszélni, hogy mi nem működik a hazai faápolásoknál, stb. stb. De azért mégis, itt annyira gyönyörű fák vannak, ha megnézzük a, fasorokat, az Andrási útnak az újra telepített fáit, a Ligerben, akárhol. Berlinben, nagyon sok európai nagyvárosban szinte úgy tűnik, hogy nagyon sok frissen telepített fa van, különösen a belvárosi környezetben. Rengeteg az ilyen alakfa, akkor a platánokat sokszor nagyon dizájnosan, tudod, ilyen rákényszerítik, ilyen nem is tudom, Ilyen bambuszkarókra, és valahogy egyszer nekem Franciaországból egy, egy vendégem mondta, hogy azért szereti Budapestet, mert hogy itt úgy, úgy ég, égig nőnek a fák. Te neked erről mi a véleményed mondjuk a budapesti vagy a, vagy a európai városokat összevetve mondjuk a, mondjuk a fővárosa vagy a nagyvárosainkkal? Hát egyrészt az ízlés, az, a szépség az egy filozófiai kategória, tehát kinek mi tetszik. Öh... Az, hogy, hogy hol, tehát különböző, különböző módszerek léteznek ugye a, a településeknek a, a zöldítése kapcsán. Van az egyik szélsőség, amikor beton dzsungel, és mellette egy nagy park. A másik véglet pedig az, ami nagyjából nálunk van, hogy kisebb zöld területek, fasorok, ahol lehet, ott, ott zöld van. A kettő között mindenféle átmenet létezhet természetesen. Aztán az, hogy a fák... Életkora milyen, az egyrészt adottság. Most említetted Berlin, de hát ott egy kicsit a szétbombázták. Jó, Budapestet is, de lehet, hogy Berlin egy kicsit jobban. Egy kicsit jobban, igen. Tehát <coughs> van egy csomó olyan adottság, ami, ami a fáknál, a fák életkorában azért komolyan jelentkezik. Azon kívül meg hát sokszor azon múlik, hogy éppen ki volt az aktuális település, aktuális főkertésze, akinek megfelelő szava volt abban, hogy most itt mi legyen, mi ne legyen. Uh -huh, tehát befolyása. És egy picit beszéljünk ilyen szempontból, hogy a kultúráról, és konkrétan a fápolok kultúrájáról, mert itt az én műsoromban már nagyon sok tájépítés, meg kertész a vendégem volt, de faápolóként te vagy az első, és remélem nem az utolsó. A faápolásnak milyen a kultúrája Európában, és akkor egy picit majd beszéljünk arról, hogy milyen Magyarországon. Hát azért én azt szoktam mondani, hogy a Bécsi túlsó végén egy kicsit jobb a helyzet. Egyrészt régebbi, régebben elindult ez a fajta tevékenység. Ugye Magyarországon, főleg Budapesten, a régen, amikor még csak a főkert létezett, akkor a főkert végzett valamilyen szinten faápolási tevékenységet, de hát nem túl komoly tudományos alapon. Nyilván azért, Meg be, hát be lehet... voltunk zárva, nem? Meg hát a lehetőségeikhez mérten is. Azon kívül viszonylag nem túl régi a faápolásnak a tudományos háttere sem. Tehát a, a tudományos háttér az... Most így ennyire nem készültem, de uh -huh. sajgon nem tudom megmondani, hogy pontosan mikor tette le ezeknek az alapjait, de nem olyan régi. Tehát mondjuk egy hmm, évszázadon belül. Nem is annyira történet. ez a lényeg, hanem az, hogy mondjuk egy, ö, egy Európa bármelyik, tehát nálunk fejlettebb lévő országában, ö, mondjuk egy faápoló szakembert, hogyha alkalmaz egy önkormányzat, vagy mondjuk külső cégként, akkor neki, egyrészt több technikai lehetősége van a fák állapotának a megvédésére, ez az egyik kérdésem, A másik pedig, hogy ő ott több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az ott szakemberek, míg mondjuk ti idézébe csak most kezdtétek a csak most itt is nyilván úgy értem, hogy mondjuk a rendszerváltozás óta. Hát nyilván nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, vagy, vagy inkább úgy mondom, hogy régebb óta foglalkoznak ezzel, ennek, <höhem> bocsánat, ennek hatása is van, ugyanis ápoltabbak a fák, Pontosan azért, mert régebb óta ápolják őket. Ez az egyik része a dolognak, a másik része, a másik nagy kérdés pedig az, hogy mennyi a ráfordítható költség. Mert hogy ez pénzkérdés? Mert ez, ez pénzkérdés. Is. Tehát technológiában ö, sem, semmivel nem vagyunk lemaradva, mert bármilyen technológia elérhető. Tudá, a a tudásban az a, a tudásban A tudásban azon dolgozunk, hogy hogy megfelelő tudással rendelkezők végezzék a faápolási beavatkozásokat, tehát azt mondom, hogy tudásban sem vagyunk igazán lemaradva, a legnagyobb lemaradás az mindig a, a kifizeti a révész, tehát hogy most azért, mennyi, fut a fá, mennyi jut a fákra? Igen, azért most három olyan területet hadd mondjak, ahol kevésbé ezen múlik, és szeretném a véleményedet megkérdezni róla. Az egyik, az a szokásos látkép, amit Budapesten nagyon sok fasornál vagy fajgyednél látunk, hogy maga a telepítés megtörténik, mondjuk a tájépítés, kertész, jó választok jóválasztja a fajt vagy a fajtát, majd utána a fenntartásnál jön a teljesítmény bérben dolgozó zöld felület karbantartó kollega, aki Ezekkel a szegényírokkal, nem csak a füvetnyíró, hanem a háns részét is. Hozzá kell tenni az utóbbi hónapokban, talán egy-két évben, mikor már egyre több helyen hallottam, hogy emiatt már szólnak, azt lehetett látni, hogy már egy ilyen 30 centis műanyag csövet, aminek Tán az összköltsége nem lett több ezer forint, de akkor aztán már az tényleg csúszt technológiás műanyag darabka. Oda raknak a fák törzsének a védelméhez, oda, oda a talajszinthez, de úgy egyébként pedig jellemző volt, és én álltam, hogy a rendszervázás óta ö, ezres vagy tízezes nagyságrendben, de hogy ezres nagyságrendben, az biztos pusztultak ki városban, nagy gonddal telepített fáink azért, mert a fenntartásnál egész egyszerűen nem figyeltek oda, illetve ezt nem követelték meg. Erről a, erről a területről mi a véleményed, vagy mit tudsz erről? Most ez így viccesen hangzik, de ez megint pénzkérdés. Az, hogy szólunk, hogy te figyelj már, figyelj nem, már oda, nem, és ne nyírd el. Nem. Az a pénzkérdés, hogy a fatányérba elvileg nem, kasz, nem lehetnek a fű. Hát ez így van, persze. Most, most amennyiben a fatányérban nincsen kaszállandó fű, akkor, akkor nem Damiros, Damilla nem fogja a, a pszichiácsot, tehát a, megsérteni a, a fatörzsét, kérgét, a, a dolgozó vállalkozó. Viszont annak az a feltétele, hogy akkor fatányérkapálást kell Megfelelő gyakor, gyakorisággal elvégeztetni, mm -hmm. és ez úgy általában kimarad a, a, mert az úgy... önkormányzatok árlistájában nem szerepel. Mert hogy azt mondják, hogy ugyan már nyír le zöld -zöld, aztán kész. Vagy ki mit mond, én azt nem tudom, de mm -hmm. ez, tehát ez, ez egy plusz tétel, nyilván azért, mit tudom, én egy x hát színget, persze. ki kell fizetni azért. És meg a meg több több és egy több tízezeres faállománynál egy városba azért az egy komoly tétel lehet de cserébe újra kell akar ültetni a fákat. Hát és ez akkor vesztünk három akárhány évet, igen. Így van. És, és akkor most, ha már itt tartunk, és fiatal fáknál tartunk, akkor elmondom a faápolás első tételét, hogy a faápolás az a fa ültetésével kezdődik. Az mit jelent? Hát, hogy ha ilyen dolgokat elkövetünk a faültetéskor, mint például nem tesszük rá a védőcsövet, akkor... Pilla, beszéljünk, kétféle védőcsőt szoktunk látni, illetve kétféle értelmezést. Valaki azt mondja, hogy azért teszik oda a védőcsövet, hogy levegőt kapjon a fa, valaki pedig azért, mert azon keresztül öntözik. Mi az igazság? Ö... Akkor ez megint egy más történet. A védőcső alatt én most a törzsvédelemről ja, beszélek. A uh -huh. Tehát ami, ami, azért kerül föl, és akkor... Jó, nem mondok cég, ne... mindegy. <laughs> Tehát az egyik, egyes számú közellenség csinálja ezt, és nagyon jó, hogy csinálja. Hogy? A védőcsövezést. Ők, ők, kezdték el. Ezt idézőben mondtam természetesen, uh -huh. hogy egyes számú közellenség. Szerintem tudod, kiről, mi beszélek. Jó. Igen. A dréncsövezés Igen. az egy másik történet. Mit célt szolgál a dréncső? Hát a dréncső elvileg azt a célt szolgálja, hogy azon keresztül lehet önt a nedvességet eljutatni a gyökérzónába bevallom őszintén, én úgy gondolom, de ez most teljesen magán vélemény, tehát semmiféle tudományos kutatást nem végeztem ez ügyben. Én csak józan paraszti észre próbálom levezetni. Én ezt nem tartom feltétlenül jó megoldásnak. Pontosan azért, mert a kémény hatás alapján, amikor nincs öntözés, akkor ez lehet, hogy szárítja a gyökérzónát. Mert belemegy a levegő. Hát mert benne van a levegő, és ott, hogyha mozog a levegő, akkor ott egy légcsere Sártya. következik be, ami kihozza, kihozza, kihozhatja a párát a gyökérzónához. Természetesen ezzel lehet védekezni, hogyha lezárják ezt a dréncsövet. Na jó, hát ez. Láttál már, egy... már ilyet? Nem, de hogy is tehetnél? De... <laughs> egy konkrét témáról beszéljünk, Moszkva tér, szél, vagy Szélkámán tér. Hát a médiában nagyjából csak annyit írtak, hogy pusztulnak a fák a Moszkva téren. Na hát én azért oda kimentem, azért erről szó sincsen. Ha mondjuk azt mondjuk, hogy van ott száz fa, példakedvér, akkor a százból mondjuk tíz fa, ami elpusztult. Azért, az, azért milyen érdekes és majd picit beszéljünk, és Leninke, most azért hívtalak ide, hogy picit beszéljünk arról, hogy hogyan is kell értelmezni ak akkor, amikor a, amikor a médiában egy-egy ilyen hír megjelenik. Hiszen amikor azt mondja valaki, akkor amikor azt olvasok egy posztban vagy egy, 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 egy cikkben, hogy pusztulnak a fák a Moszkva akkor mindenki azt hiszi, hogy minden elpusztult. Holott 10-ből 9 él. Most ettől persze még nagyon fájdalmas, hogy a 10 darab elpusztult és most ezt azért hoztam ide most ezt a példát, mert hogy azt mondtad, hogy a faápolás ott kezdődik, hogy jól ültetjük el a fát. Na már most a Moszkva téren az volt a hír, hogy kiszáradtak, aztán utána a BKK mint fenntartó, azért ez is milyen érdekes, nem hogy a BKK tart fent fákat, vagy az ő általa megbízott kivitelező, na mindegy, ez, 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 ez egy, újabb kör lehetne, azt mondta, hogy elrothattak. Én odamentem, megfogtam, törtem a leveleket, Értemezésem szerint az kiszárad, de most az ügy szempontjából majdnem mindegy, mert ha ott lett volna egy parkör vagy egy faápoló, aki mondjuk naponta végig megy, akkor az nagyon hamar megállapította volna, hogy valami nincs gond, és akkor megnézhette volna, hogy a talajban pangavíz, vagy pedig száraz. Így van, ez nem, nem tudok hozzátenni semmit. Bevallom őszintén, én nem jártam de még a Moszkva téren, tűnne, Lánykori nem, nevén, Szélkámár téren, amióta felújították. Uh -huh. Ö, a jelenség ugye a fa szempontjából ugyanaz akkor is, hogyha nem kap vizet, meg akkor is, hogyha sok vizet kap, ugyanis a felszívó zónában, a felszívási rendszerében történik valami olyan, amit ő nem szeret, és amit nem tud elviselni. Tehát a, a fák, a legtöbb fa gyökere nem tűri a folyamatos elárasztást. Ugyanis a fák gyökerének ugyanúgy oxigénre van szüksége, tehát létezik gyökérlégzés, és ha ezt valami megakadályozza, akkor, a fa ugyanúgy elpusztul, mint ha mi elpusztul hat, mint hogyha semennyi vizet nem kap. A kitérő kitérőjének a kitérőjébe menjünk el. A sokszor azt látni, hogy nagy kánikulában van olyan, aki ezt a billeg ballagó öntözőt kiteszi, hogy egész nap menjen. És nekem van egy olyan elméletem, és kíváncsi vagyok véleményedre, hogy ahogy 35 fok felett neked vagy nekem sincsen étvágyunk, és éppen hogyha gyümölcsleves tudunk enni, mondjuk egy hideg gyümölcsleves, de azért mondjuk ilyen komolyabb rasói adagoknak senki nem áll neki mondjuk 35 fok felett, ugyanúgy a fáknál is azt tapasztalom, meg a, meg a, növényeknél, hogy egész egyszerűen nem vesznek fel annyi vizet. Plusz, nagyon sokan, nagyon rosszul reagálják le, és sokkal több vizet adnak, hiszen úgy gondolják, hogy a, a ellen azzal védekeznek, hogy egész egyszerűen hogy elárasztják a kertüket, és paradox módon a kánikulába rothasztják ki bizonyos fáknak a gyökérzetét. Ez szerinted így van? Hát itt, uh, itt akkor beszélgessünk arról, hogy a fák három részből áll. A fa felépítés az három részből áll, a gyökér, a törzs és a korona. Most a gyökér témánál vagyunk. Mekkora fának lehet a gyökerét kirothasztani öntözéssel? Csak Mekkorán a fiatal. Nem? Csak uh -huh. a fiatalt, mert a fiatal fának van ugye abban a földlabdában a gyökérzet, amivel el lett ültetve, vagy abban a gödörben, hogyha a szabad gyökérrel van ültetve. Amint, amint a fa elkezd nőni, akkor ő a gyökereit elküldi olyan messzire, meg olyan mélyre, hogy ő megfelelően stabilan álljon. És onnan kezdve ilyen felszíni öntözéssel nem lehet fákat ki, ö, fák gyökerét kirothasztani. Ahhoz akkor sokkal nagyobb jellegű beavatkozása van szükség. Hát ez inkább ilyen talajvíz, magas mm. talajvíz, mit tudom én, balatonvízszint magas sokáig, és a többi, és a többi. Tehát... Holtágaknál előfordulnak ilyesmik? Van -e erről tapasztalatod? Vagy előfordulhat elvileg? Hát előfordulhat akkor, hogyha változó a vízszint magasság, tehát hogyha viszonylag hosszú, hosszú ideig egy alacsonyabb szinten tartják a holtágat, akkor a fák gyökere ugye elhelyezkedik, ahogy neki jól esik, majd, majd felemelj, megemeljük a, a vízszintet, és akkor ez csak hirtelen víz alá kerül, talajvízszint alá kerülnek azok a gyökér részek, amik, amiknek szükségük lenne a, a levegőre, levegőzőségére. Vissza fogunk menni a gyökértörs korona ö, részekhez. Egy picit még a rendszerről beszéljünk. Ezt, ezt a, ezt a háncs elnyírást akkor tulajdonképpen lezárhatjuk annyiban, hogy akkor az egyik védekezési mód, hogy az önkormányzatok, meg mindenki, aki fát telepít közterületen, az egy ilyen mondjuk 30 centis óvó műanyag valamit helyezen el a talajszinthez. Ugye? És akkor ezzel tulajdonképpen akármi is történik utána a következő 10 akárhány évben, ezzel ő biztosította ezt. Ugye? Ez, ez. Így van, így van, itt csendbe jegyzem meg, hogy azért ezeket egy idő után le kell venni. Meránő, vagy Mert így fogja, tehát kinövő a fa. Igen. Tehát, de addigra már valószínűleg megvastagszik annyira a kérge, hogy... A, a, már nem lehet a damillal kárt Jó, hát ez egy nagyon jó hír. Aztán még tovább, hogy akkor, amikor elültetnek egy fát, akkor uh, tudásom szerint a legtöbb szerződést azt úgy, küt, úgy kötik meg, hogy elültetés plusz egy vagy két vagy három évig tartó gondozás. Ez úgy azért jellemző általában. Most már igen. Most már igen. Uh, az előtted lévő vendégek az uh, Balaton, uh, Füred és Székesfehérvárnak a főkertészei voltak, akik azt mondták, hogy ott rátértek egy olyan szerződéses viszonyra, uh, hogy akkor veszik át a fákat, amikor ott tényleg megyőkeresettek, és tényleg élnek. Tehát az egy dolog, hogy betesszük őt egy gödörbe, és elültettük, és akkor kifizettük a pénzt, nem, ehelyett a pénznek egy részét, vagy jelentős részét visszatartják az eredési, kvázi eredési garancia. Ez nem annyira egyértelmű, és azt látom, hogy vidéki településeken, ahol mondjuk a polgármester és a fa viszonya sokkal szorosabb, mint mondjuk a budapesti kerületeknél, sokkal eredményesebbek ezek a fa telepítések, mint sajnos budapesti kerületeknél, ahol azt lehet látni, hogy tudom, hogy le vannak szerződve cégekkel, akik megöntözik, ám de az öntözést az akkor tudod ellenőrizni, tehát kétféleképpen tudod, egy vagy kiszárad a fa, amit ugye nyilván látsz, és ezek szerint ezek, ennek túl sok következménye nincsen, hiszen tucatjával száradnak ki a fiatal telepítések Budapesten, vagy pedig konkrétan odaállsz a locsoló tömlő mögé, és akkor leírod vagy lefényképezed, hogy ez megtörtént. Tehát rendszer szinte mit lehet azzal, azzal, kezdeni, hogy egyszerűen fiatal telepítések tucatjai száradnak ki. Hát nem tucatjai, hanem még több. Tehát most a legújabb példám az a határútat nem tudom mennyire ismered, ott épült egy új park, öntözőrendszerrel, fiatal fákkal, bokrokkal, és egyszerűen száradnak a növények. Melyik határútat, mert több van? Budapesti határút. Budapesten több határút van, azért kérdezem. Tehát a... Hol megálló van? Igen. De nem akartam kipécézni, azt számtalan helyet lehet látni sajnos, ahol igazából ott kezdődik az egész, hogy nézzünk egy bármilyen zöld felület átalakítást, útépítés. A parkok azok általában jobb helyzetben vannak, de útépítés. Fasoroknál szoktuk azt mondani például, hogy, hogy a fasorok alatt nem, nem beszélhetünk talajról, mert azt állandóan túrják, fúrják, teljes összevisszaság van. Például gond nélkül, amikor csatornázás van, akkor minden további nélkül a fák gyökerét kettével. Minden tovább, Minden további nélkül. A, az alapvető probléma az, hogy uh, igazából a maga a fa ültetésnek a technológiáját kellene mindenhol betartatni, megfelelő méretű uh, ültetőgödör kialakításával, abban megfelelő minőségű uh, talajjal, és utána az öntözés, azt úgy kell elképzelni nagyon sokszor, hogy mintha egy, egy köbméteres uh, dézsába lenne az a fa, mert könnyen lehet, hogy ami körülötte van, ah, az olyan anyag, ami vagy túlságosan vízáteresztő vagy vízzáró, sít, tégla, törmelék, bármi, tehát ez mind-mind ez benne lehet. Na most a, az öntözési szerződés az mondjuk úgy szól papíron, hogy havonta egyszer. Tehát vagy ha, hetente egyszer. Hogyha, bocs, hadd kérdezzek ebbe bele. Hát egy kertészetből kikerül egy mondjuk földlabdásfa azt ott öntözik, meg hát körülötte van ugye a talaj. Vagy egy konténeres, ami ugye nagyon gyakori. Konténeres. A konténerben van egy csöpögtető gomba, ami naponta ötször, négyszer, háromszor, akármennyiszer, de naponta többször öntözik. Utána hogyan gondolhatja valaki azt komolyan, hogy kitesszük egy közterületre, annak a gyökere ugye, ha jól gondolom, és majd erős beszélünk, hogy a gyökere az mennyi idő után válik ö, önjáróvá, hogy majd már saját maga fel tudja venni a vizet a nem tudom honnan, mondjuk ugye a talajból de addig annak a növénynek pontosan csak annyi vize van, amennyit konkrét, konkrétan oda a tövéhez odaöntözünk, Akkor hogy mondhat, hogy, hogy gondolhatja egy önkormányzat mondjuk az, hogy mondjuk hetente egyszer, vagy két hetente egyszer elég neki az az öntözés? Így. Ért Értem. Tehát nincs, nincs végig gondolva. az egész, egész probléma kör a fákkal kapcsolatban abból ered, hogy nem ismerjük rendesen a fákat. Rengeteg tévhit van, Például akkora gyökérzete, mint a koronája, ezt úgy nagyjából mindenki tudja, mert óvodában, iskolában, akárhol Lána, biolog... nem akárhol, így, akárhol, a... akárhol ezt uh -huh. megtanultuk. Hanem hogy van? Hát nem egészen van így. Uh -huh. Vannak szituációk, amikor így van, aztán van, amikor meg egészen máshogy van. De kisebb vagy nagyobb? E... Faj függő? Meg helyzet Helyze... Leginkább helyzet függő, és itt most az a kérdés, hogy ebben a mondatban, hogy akkora az egyik, mint a másik, ebben most mit értünk? Hát Térfogatót, tömeget, felületet, kiterjedést, vízszintes, függőleges, izé-bizé, egyebeket. Uh -huh. Persze, meg, hát ahogy egy kontérbe lehet tartani egy fát, és adott esetben szép nagy lombot lehet neki nevelni, megfelelő tápanyag ellátása. Hát sőt, hidrokultúrával is lehet, Szok amikor mindent. meg még kell meg egyebek. De a dolog lényege csak annyi, hogy, hogy az egy nagyon ideális állapot, amikor a Olyanok, olyanok a talajviszonyok, hogy a gyökér az úgy nőhet, ahogy, ahogy ő szeretne. Uh -huh. Tehát ez a, vannak, vannak, a... ilyen, vannak ilyen ö, gyökérformák, hogy szívgyökér, karógyökér, stb. 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 Ezt szépen le lehet rajzolni, néha lehet is ilyet találni, tehát ad még le is lehet fényképezni, de ezt rengeteg minden módosítja. Már beszéltem a gyökérlégzésről, tehát a magas talajvíz módosítja ezt. A vízzáró réteg, tehát sivó agyag módosítja ezt, mert a gyökér, a teljesen zárt vízbe nem nő bele, meg abba se, ahol semmi vizet nem kap, ez, az, ez lehet agyag, lehet sóder, lehet homok. Én egyszer láttam egy olyan fának a kituskózását, ami egy kb. 40 centis termőrétegen állt, termőrétegben állt, és alatta sóder volt. Ez egészen konkrétan a Méta utcai csomópont átépítéskor mm -hmm. volt. És amikor elkezdte a kotró azt a tuskót kiemelni, mert ugye műtárgy alatt nem maradhat bent, akkor ameddig a szemel látott, mindenhol megmozdult a talaj. Ugyanis ez a fa, ez egy nagy nyárfa volt, ez a fa a 40 centis termő állt. Azt a minden... Abba volt, csak a gyökere. Csak na most térben eloszlott. Na most ahhoz, hogy ez a, egy nagyméretű, 20-25 méter vagy 30 méter magas nyárfa stabilan álljon, ahhoz egy ilyen nagyon nagy korong, föld korongot kell átszőni a gyökerével, hogy ő stabil legyen. Erre, szok, erre találtam ki azt a mondatot, hogy úgy állt, mint a rajszög, amikor megfordítjuk. Amikor megfordítjuk. Mert így tudod stabilan állni, mert különben el, kidőlt, kifordult ki volna a tövestől. Na most akkor itt ennek a fának akkora volt a gyökérzete, mint a koronája, vagy nem? De mondhatok más, szerintem az ankori képeket elég sokan ismerik, amikor a, a régi vár, városfal tetejéről nőnek ki a fák, és úgy a gyökerek úgy folynak le a a kövön. Ott nyilván ott semmi felszívás vagy nincsen. Vagy a növényeknél nem? Amikor de egy nyírfa kinő egy tetején. Így van. Vagy akár a, akár a, mit tudom, egy sziklagyeperdő, vagy egy ilyen sziklakibúvásos hegygerincen növő fák, amikor ott a kövek között a gyökerek. Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen jól hangzó dolog, hogy akkora a gyökérzet, mint a korona, csak általában nem igaz. Vagy, vagy hogy akkora? Tehát most vertikálisan, horizontálisan stb. stb. Beszéljünk még egy, még egy gondolatról. Ugye azt mondtuk, hogy a fákról városi környezetben fogunk beszélgetni. De azért nem mindegy, hogy ez a Hungária körúton kívül van, vagy belül. Van egy olyan elmélet, miszerint ugye azok a fák, amik bent vannak a városban, és ugye a gyökérzetük ki tudja, hogy lefele megy el, vagy mondjuk inkább oldalra, tehát mondjuk közelebb helyezkedik el a talajhoz. Ugye nagyon sokan Pesten azt gondolják, hogy ó, hát itt esett az eső, kérem, hát miért nem van el ez a fa? Hát azért, mert ugye a csapadékvizet összegyűjtjük és ugye elvezetjük. És hogyha mondjuk van egy fa, és annak mindössze mondjuk egy négyzetméteren van egy akkora talaj részt, talajterület, ahol be tudja szívni magához a vizet, akkor lényegében őnek csak az az esőmennyiség, lesz hasznos, mint ami mondjuk adott esetben odaesik. És ami fölötte van, aszfalt, meg lebetonozott, leburkolt rész, ott lényegében akkor, amikor mondjuk 35 fok van, akkor, akkor égeti a betonon keresztül ott a gyökérzetének a felső részét. Ugyanúgy, mint hogyha mondjuk egy cserébe kitennénk mondjuk egy, nem tudom, Leandert vagy akármit, ezt osztod ezt az elképzelést? Természetesen. Tehát ez, ez, ez fizika, ebbe semmi csoda nincsen. Tehát annyira nem tud lemenekülni a gyökerével a fa, mint amennyire fölülről mondjuk égeti a aszfalton keresztül a nap a gyökérzetét. Természetesen le tud, mert hogyha nem tudna, akkor egy fa se lenne a, a, városban. Tehát hogyha ha ez az elmélet maximálisan működne, akkor... akkor Persze, csak az, hogy kor, mondjuk egy korai uhar, ami azért nem egy bonyolult fa, de mondjuk lehet, hogy találunk jobbakat is, amit a városban lehetne ültetni, de mondjuk egy, egy, átlagos fa. Sokszor, amikor látja az ember, hogy megég a korai juharnak a levele, azért az ijesztő. Azért azt mondjuk tíz évvel nem láttuk. Megég a levele, szenved a növény olyan helyeken, ahol tíz éve még ez nem volt. Sajnos a korai juhar egyre kevésbé alkalmas Budapest fásítására. Uh -huh. Tehát a korai juharnál van egy ilyen, de hogy ez most a tehát a levegő szárazságától ég meg, vagy, vagy felszívási problémától, én inkább a légszárasságra tippelek. Hogy... De az még elég sok fánkat pusztítja? Vagy hát csak teszít. van, amelyik jobban tűri, van, amelyik kevésbé. Tudomásul kell venni, hogy változó a klíma. És, és ami válik a ami 50 évvel ezelőtt Budapest fásítására alkalmas növény volt, az esetleg most már nem az. Uh -huh. Beszéljünk még arról, hogy van egy olyan hit, hogy vagy nem tudom, téfit, ez is egy ilyen kedvelt, kedvelt történet, hogy a Budapesten nagyon sok fa azért tud túlélni, mert a rossz csatorna rendszerre rátekerednek a gyökere, és azért onnan folyamatosan kap vizet. Ebben lett valami igazság? Biztos. Hát, hogy azért tud-e túlélni, azt én nem, nem állítom, de az biztos, hogy a fák gyökere oda megy, oda nő, ahol plusz nedvességet talál. Már pedig ezek általában szivárognak. Hát, ezek szivárognak. Miután az még nem hangzott, hogy én most már egy jó ideje csak fa vizsgálattal foglalkozom, elég sokszor találkozom olyan szituációban ö, megrendelőkkel, hogy azt mondják, hogy szétnyomta a csatornát a fa. De erről nem a fa tehet. Uh -huh. mert a, erről a csatorna tehet, mert a szivárgott, természetesen ott plusz, több nedvességet, ne Isten tápanyagot is találta a fa ezért odafejlesztette a gyökerét, és természetesen onnan kezdve a csatorna tönkre fog menni. Na akkor még picit védjük meg a fákat. Ö, szintén el szokott hangzani, hogy ezt a fát ki kell vágni, mert szét fogja nyomni az épületet. Na most én azért, ha megnézek mondjuk 100-130 éves épületeket, mondjuk Budapesten, és mellettük vannak nagy fák, valamiért a fák nem döntötték ki azokat az épületeket. Én azt szoktam mondani, hogy ha egy épületet megépítenek jól, résmentesen nem tud belemenni a gyökér a pince szinten, se, stb., akkor kizádolok, hogy ezt egy fa kidöntse. Te ezt hogy látod? Visszacsatolok az előző mondathoz. Ha plusz nedvességet talál a fa gyökere valamilyen irányba, hogy alá tud menni az épületnek, ne agy Isten, tégla, stb. stb. és bele tud menni, akkor igenis kár tud okozni az épületben az, hogy valamikor jól építették meg az épületet, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy még most is jó állapotban van. De akkor ezzel az a páni félelemmel gondolom, társas házaknál, Termé nem? Ahol ezzel kezdik, hogy rá fog dőlni a ház. Természetesen. Hát az ilyen fajta ö, ö, vélekedésnek általában van egy előzménye, amit általában másodszá, másodszorra derül ki, mert vagy szemetel a fa, zárója jegyzem meg a fa nem szemetel, hullik róla ez az, lomb, virág, termés, stb., de szerintem az nem szemét. Tehát vagy idézőben szemetel a fa, vagy sötétít a fa, vagy allergiások vagyunk a pollenre, vagy egész egyszerűen csak nem akarjuk a lehulló lombokat csöpörni. Na, itt szeretném bekapcsolni, <laughs> hogy Budapesten ugye a, a lakosság részére azért, hogy eléggé megszikörültötték a fakivágási engedélyek kiadását. Ha jól tudom, akkor most már sokszor az engedélyeket egy másik kerület adja ki. Ez akárhogy is van, ha erről tudsz valamit, akkor kérlek azt is mondd el. De az viszont biztos, hogy én azt látom, mert engem is sokszor hívnak ilyen, ilyen szakvélemény adására, persze én nem megvizsgálom a fát, hanem csak úgy kívül nagyjából megnézem, hogy mégis, mégis hogy néz ki, meg egyáltalán beazonosítani a, a, az adott fajt vagy fajtát hogy bizony itt olyan érvek is elhangoznak, hogy nem szeretnénk lombot csöpörni ősszel, mert hogy a Istenem az... Tehát ez, ez valami olyanféle értéktorzulás, amit azt gondolom, hogy így akkor faápolóként, ha egy picit helyre tudnál tenni, azt nagyon megköszönném. Én is azt gondolom, hogy nem szemetelnek a fák, és azt is tudom, vagy azt gondolom, hogy, hogy akárhány fafajt, vagy fafajtát felsorolunk, hogy melyiknek mi az előnye most az ostorfától kezdve a körüseken át, mindegyiknél vannak pro és kontra érvek, és ezt egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy olyan, hogy gyorsan nő, sokáig él, el van szárazon, és egyébként gyönyörűen virágzik, de nem szemetel, olyan egyszerűen nincsen. Tehát, hogy minden, minden egyes, tehát azt hiszem, hogy a tökéletes városi fa az még nem született meg. De, megszületett, az összes fa tökéletes városi fa, amelyik jól érzi ott magát. A tökéletes városi ember nem született még <gül> <gül> Igen, természetesen, tehát el kell dönteni, hogy, hogy New York típusú településen akarunk élni, ahol ugye bent a városban egyetlen darab fa sincsen, viszont ott van mellette egy baromi nagy park, és akkor aki a zöldet szereti, az oda el tud menni. Vagy olyan típusú településen szeretünk élni, mint ami Magyarországon jellemző, hogy fasorok vannak, fák vannak, az Te utcán parkok szeret? vannak. Hát én egyelőre még itt. De a politikában nem menjünk bele. Nem fogunk bele menni. <laughs> <laughs> Picit beszéljünk, és aztán rá fogunk térni a favizsgálatokra egy megnyilatkozásomat láttad, amiben azt állítottam, hogy a ligetben lévő öreg fákat, és aztán a ligetre nem kell konkrétan kitérni, hanem csak úgy egyáltalán, azt állítottam, hogy hát szerintem azokat nem lehet átültetni, és akkor felhívtál, és nagyon köszönöm, hogy kiavította, hogy hát azért ez nem így van. Akkor kérlek szépen mondd el, hogy akkor hogy van, mit lehet átültetni, mit nem, picit beszéljünk az átültetés, és akkor ennek kapcsán menjünk rá a fa vizsgálatra, amely tulajdonképpen szakmai alapon el tudja dönteni, hogy egy fát ki kell vágni, ne adj Isten, átültetni, ez akár máshol is előfordul, tehát ez nem egy ördögtől való gondolat, látjuk Amerikában vagy Nyugat-Európában, illetve mondjuk egy visszacsonkolással vagy mondjuk egy ifjítással mondjuk meg lehet hosszabbítani az életét. Akkor kezdjük az átültetéssel. Az átültetésnek a sikeressége leginkább egy dologtól függ, méghozzá attól, hogy megfelelő méretű földlabdával vagy föld tömeggel ültetjük-e át a fát. Ez kezdődik ott, hogy ugye a faiskolában is átültetjük, tehát a faiskolában hozott fákat is átültetjük, tehát a fa az úgy kezdi az életét, hogy átültetjük. Csendbe jegyzem meg, komoly stressz ez a fáknak. Sőt, addig ö... is minden évben vagy két évente alávágnak. Tehát... Hát az egy, igen. Az... Hát az is végül is, nem? Persze, Most persze, mi a különbség az az a fa is... részéről, nem? Hát az a különbség, hogy az alávágás az egy ö, ott helyben át, áthúznak alatt egy nagyon éles fém eszközt, amivel mm -hmm. Tehát azt, az, az nem az... érzed akkor a stressznek, mint mondjuk... De hát, te, hát, természetesen stressz, csak annak ugye az a célja, az az értelme az alávágásnak, hogy a gyökérzet az, az egy viszonylag kompakt térfogatba legyen meg, és, és, az átültetés az megfelelően hatékony legyen, és folyamatosan a, ebben a, tehát a földlabdában, amivel átültetjük, megfelelő mennyiségű, megfelelő mennyiségű felszívó zóna, azaz, azaz hajszál gyökér legyen. Ugye az alávágással ezt lehet elérni. A... amennyiben tudjuk azt biztosítani, hogy egy bizonyos fa esetében megfelelő méretű földlabdával ültessük át, akkor merem állítani, hogy bármekkora fa átültethető. Alapvetően azért merem állítani, mert fönt vannak a Youtube-on erről videók, tehát nem a kis ujjamból szoktam ki, tény, én még nem csináltam ilyet, de azért úgy eléggé komolynak tűnő videók vannak fönt. Tehát azt mondom, hogy bármekkora fa átültethető bizonyos feltételek esetén. Itt a feltételek azok, hogy milyen messzire, meg mondjuk mennyiért. Uh -huh. Tehát illet, mondjuk, ha illetve, van egy száz éves platánfa, mondjuk történetesen pont a Ligetben, vagy akárhol, te azt gondolod, hogy azt megfelelő szakmai stábba, a technikával, ha mondjuk a pénz nem kérdés, akkor ez időtájt a világon, össze lehet, vagy ide lehet hozni mondjuk egy olyan szakmai stábot, meg hozzá technikát, hogy azt onnan kiemeljék és elvigyék, mondjuk 500 méter alrébb. Ez így van. Azért még nem, nincs vége a történetnek. Azért az, hogy ez megvalósuljon, ahhoz borzasztóan nagy földmunkát kell végezni, a kiemeléskor is, az elültetéskor is, és ezt a borzasztó nagy tömeget, ami, mit tudom én, 10-20-30 köbméteres földlabda, mondtam valamiket, ez át kell mozgatni. Úgyhogy ne szét. Hát igen, de az, az, az megoldható. Hogy nem esik szét egyébként egyébként? Hát gyakorlatilag körbe Mondjuk egy ligetbe pont történt, de Pest, megy, Pest nagy részén homokos a talaj vagy inkább homokos. Hát az, azt szerintem az leesik róla, nem? Hát ugye nem véletlenül Zala megyében, vagy nem tudom, Vas megyében vannak földlabdás faiskoláink, meg mit tudom, részén egy homokos, az nem esik le? Nem esik le, mert, mert elkezdik körbeásni, és amikor kiásták az árkot, akkor palánkkal, deszkapalánkkal összefogatják, vala, tehát mérettől függő megoldásokkal, ez lehet kisméret esetén lehet ugye a, a jutazák a föld a faiskolában, de valami tófólia, vagy, vagy valamilyen sűrűháló tófóliával, bármivel kombinálva, spaniferrel, deszkával, nyilván nagyméret esetén akkor pallóval, meg kell építeni ezeket. A, tehát gyakorlatilag egy dézsát kell köré építeni, egy marha nagy méretű Azért dézsát. ez mondjuk egy klasszikus száz éves Platánfennál azért ez nem egy kis dolog, nem? Hát ez nem, nem kis dolog, tehát természetesen ez nem kis dolog. Most, ha azt mondom, hogy az ideális helyzet az ugye az, hogy a, a csurgó méretű földlabdával emeljük, emeljük ki a fát, akkor akkor biztos jót tettünk. Ez már a méretet meghatározza. De van rá technológia, létezik ilyen. Tehát hát nem mondjunk, hogy nem lehet. Így van. Tehát az, az úgy helyből nem igaz, hogy nem lehet. Csak figyelembe kell venni egyrészt az, hogy mennyit, milyen messzire, mennyiért. És még van egy dolog, amit ami, ami mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy a, a kiemelés és az elültetés közötti területen azért elég nagy rombolás történik a környezetben, mert hát ezt a nagyon nagy tömeget át kell mozgatni. Tehát ott, ott komoly taposási, talajtömörödés és a többi kár keletkezik, mert hogy ezt a fát, ezt álló helyzetben kell átvinni. Mm -hmm nem muszáj rá válaszolnod, mert tudom, hogy nagyon aktuál politikai kérdés, pedig kertészként szeretném, ha nem lenne az, de a Városligetben lévő fákról te neked, így faápolóként mi a véleményed azokról, amiről ott szó van, hogy esetleg akkor át kéne ültetni, akár platánok, akár más? Azért nem szeretnék erre konkrétan válaszolni, mert nem tudom, a, nem, tudom ö, nem tudom pontosan, hogy mely fákról van szó, és én általában nem beszélek a fákról hanem csak egy konkrét fáról beszélsz meg. Igen, tehát, mert mert az, hogy egy fa átültethető a Városligetben, az attól függ, hogy melyik, milyen állapotban van, mi van körülötte most, hova, hova akarják vinni? átvinni, és, és akkor utána jön az, hogy mekkora és milyen technológiával lehet. Meg mennyi bekerülés egyáltalán. Meg mennyi bekerülés egyáltalán, így van. Uh -huh. Bizt, vissza, még, még visszatérve, ugye a kettő között létezik egy, ö, van egy olyan gép, amivel átültetni, szok, szoktak átültetni idősebb fákat, ennek a gépnek egyetlen korlátja van, hogy ez egy 3 méter átmérői földlabdát emel ki, és ha jól tudom, akkor a 35 centi törzsátmérőig vállalna garanciát az átültetésre. Mm. Tehát ha az átülteten, átültetésre, ítéltetett fák között van olyan, aminek a törzsátmérője kisebb, mint 35 cm, és megfelelő állapotban van, akkor egy ilyen masinával ezeket át lehet ültetni. Akkor, amikor mondjuk a ligetről beszélünk, vagy bárhol máshol Budapesten, azt azért látni kell, hogy nem csak tájépítészeti, kertépítészeti szempontból értékes fafajok vannak, hanem értéktelenek is. Zöldjuhar, nyárfák, amiket előfásításra tettek oda, te gondolom nem futnál neki azért egy nyárfátültetésnek, ugye? Vagy egy átültetésnek. Mindig meg kell határozni a célt. Mi a cél? Uh -huh. Tehát ö, szerintem, ha valami miatt az a cél, hogy uh -huh. adott helyen azonnal legyen nagy, fel, nagy lombfelület. Vagy egy óvodába, és mondjuk ott pont egy zöldyhar az, ami valamiért... Akkor, akkor uh -huh. akár igen. Uh -huh. ö, de természetesen azért a, a az fajok közé tartozó fák átültetése azért egy komolyabb megfontolást igényel a véleményem szerint is. Nem beszélve arról, hogy ugye azért vannak a, fák, a fafajok között életkorbeli különbség, tehát várható élettartambeli különbség is. Nyilván egy... 40 éves nyárfát, amit 50 egy, évig él azt. Igen, tehát egy olyan fát, ami már nem is túl nemes, értékes, ezeket most természetesen idézőbe tettem, és már az élettartam a vége felé közeledik, azt inkább ne ültessük át, és ne arra költsünk. Világos. Gábor, kb. 10 percünk maradt még hátra, úgyhogy te, mint favizsgáló, így megy az idő, te, mint favizsgáló, kérlek szépen, hogy egy pár tanácsot mondjál, hogy mikor van szükség a ti munkátokra, mint favizsgálók, fápolók munkájára? Mi, mik azok az eldöntendő pontok? Tehát, hogy most valaki hallgatja ezt az adást, és azt mondja, hogy hát ő már aztán most nem tudja eldönteni hogy a társasházában lévő fával mi legyen, mert azt mondja az első emelte a lakó, hogy ez árnyékol, a harmadik emelte lakó, az Örül, hogy ott van egy kis zöld, a negyedik emeleten lakó, az fél, attól fél, hogy rá fog dőlni, tehát hol jön be a ti szerepetek? hiszen ugye a ti szerepetek az valahogy arról szól, hogy hogy megdönthetetlen állítást tudtok mondani egy fára, hogy ezt most ki kell vágni, vagy nem kell vágni, vagy, vagy vissza lehet ifiteni, vagy nem. Tehát sokkal, sok, sokkal biztosabbat, mint mondjuk, hogyha én mondjuk csak kimegyek és ránézek arra az adott fára. Tehát mit tud tenni most egy olyan rádióhallgató, akiben van egy kétség mondjuk a saját udvarán lévő fával kapcsolatban? Hát ez ennél egy sokkal-sokkal bonyolultabb kérdés. Ma Magyarországon arra valószínűleg nem is lehet egyértelműen választ adni, hogy egy fát mikor kell kivágni és mikor nem. Ö... Perfekcionist ember vagy nem szívesen dolgoznék veled. <gül> <gül> A favizsgálatnak ö... egészen, egészen előről indulok, csak azért, mert, mert nem mindenki szakember. Ö... A fákról tudni lehet, tudni kell azt, vagy tudni érdemes azt, hogy egyrészt, egyrészt a fáknak a vitalitását, az életképességét érdemes megnézni, illetve a fáknak a biztonságosságát. És ez a kettő nagyon sokszor keveredik. A, Fákról, a fa törzs keresztmetszetéről, aki egy kicsit a szakmába járt, az nagyjából tudja, hogy az élet folyamatok a külső néhány centiméterben zajlanak, már egy nagyobb méretű törzs esetén. Ugye ott zajlik a, a tápanyag fölszívása, illetve az elkészített kajának a szétosztása. Ami azon belül van, az csak és kizárólag a fa stabilizálásáért, tartásáért felelős. Ha a fána, a fa törzsnek a külső néhány centimétere ép, akkor az életfolyamatok ott rendbe lezajlanak, tehát látunk egy szép, vitális, nagy koronájú, jó állapotúnak tűnő fát. De ha valami miatt, mondjuk egy gyökér befulladás miatt alulról a gomba elkezdte lebontani az, a, már nem él, a már nem élő, vagy a, nem, az életfolyamatokban nem résztvevő szerves anyagot, akkor a fa belülről akár teljesen csőszerű is lehet. És ami ah, viszont a stabilitását. Ami viszont a stabilitását természetesen csökkenti, és eljöhet az a pillanat, amikor a stabilitása annyira lecsökkent, hogy már nem bírja el azt a koronát, amilyen van, és akkor eltörik, és veszélyeztet, veszélyeztetheti a illetve veszélyezteti a környezetét, az a kérdés, hogy mi van a környezetében. Erre mondtam, hogy ha az erdőbe kidől egy fa, azzal Semmi nem történik. körülbelül nem érdekes senkit. A favizsgálat az leginkább arra irányul, hogy a fa veszélyezteti-e a környezetét. És akkor itt, jön, itt szokott az a tündéri történet jönni, hogy ha valaki nem akar annyi lombot söpörni, mert szemetel a fa stb., akkor közül, hogy ez a fa életveszélyes. Akkor ezt nem tőlem adod életedbe először. Nem. Akkor ez a fa életveszélyes. Tehát ki kell vágni. Na most én egy csomó olyan fáról tudok, ami életveszélyes, és nem kell kivágni. Mert szerintem egy fa életveszélyes akkor is, hogyha egy karvastagsági szárazág van rajta fönt 30 méter vagy 25 méter magasan, ugyanis ha azonnal leesik, már pedig le fog esni, csak nem tudjuk megmondani, hogy mikor, és van alatta valaki, az fáj, akkor annak az életét ez komolyan veszélyezteti. Uh -huh. Mert biztos, hogy nem éli túl. Tehát, de ezt a fát ettől még nem kell kivágni, azt a szárazágat kell eltávolítani. Na most a, a favizsgálatnak vizsgálatnak ö, ez a lényege, hogy ezeket a dolgokat, Föl kell mérni, meg kell állapítani a fán, hogy ö, milyen olyan ö, veszélyforrások vannak a fán, amit beavatkozással meg lehet szüntetni. Természetesen a, a legszélsőségesebb esetben a fa kivágása is lehet a javaslat, tehát az... Van egy ö, társasházi lakóközösség, ahol nem tudják eldönteni, hogy mi legyen ezzel a fával, ez is ugye ezer szám előfordul Budapesten, és kihívnak egy favizsgálót, mondjuk téged. Elmondod azt, amit lát, de még mindig ez kevésnek bizonyul, akkor jön a műszeres vizsgálat. Nagyságrendileg egy picit erről beszéljünk, hogy egyáltalán ez az, ez az útja, ezt kérlek korrigált, kettő, ez mennyibe kerül, mert ugye ez, ez lesz az első kérdés, hogy hanem a második, mondjuk egy és ezek után akkor ezt általában el szokták-e fogadni? A műszerek... Alkalmazása, én már azt, azt szeretem mondani, hogy a, műsz, tehát a műszeres vizsgálatra az egész világon egy embernek van szüksége nekem. A műszeres vizsgálatnak az a célja, hogy én minél exaktabb módon tudjam eldönteni, hogy mi legyen a fának a sorsa. Mi, melyik fa veszélyezteti a környezetét, melyik fa nem veszélyezteti a környezetét. Egy társasházban lakó jogásznak, vagy színésznek, vagy magyar tanárnak. Hiába mutatom meg, hiába mondom el, hogy mi, miről szól a vizsgálat. Lát egy szép színes képet, amiben esetleg zöld pacába piros paca van, és akkor hú, de ha, meg milyen. Hát az ilyen de, látványos az. De, de az, még mindig csak a, az még mindig csak egy fél eredmény. Isten igazából nekik az lenne a dolga, dolguk, hogy, vagy az lenne a fontos, hogy bízzanak bennem, és elhiggyék, hogy amit én mondok, az megfelelően alá van támasztva. Hát ugye nyilván jobban elhiszik neked, mint mondjuk a közös képviselőnek, vagy az első lakónak, akit esetleg valami. C... Én ezt le is írom, tehát, és alá hát te, is írom. Kontin, tehát, Nyilván olyat nem írsz alá, hogy nem életveszélyes közben meg azt, hiszen nyilván Így te felelsz Így van. Ö, de akkor térjünk rá a műszeres vizsgálatra. Jelen pillanatban kétféle műszeres vizsgálatot tudunk végezni. Az egyikkel a törzs törését, törés, törés kockázatát tudjuk meghatározni, ez a fakop vizsgálat, ha valaki már hallott róla, illetve van egy másik vizsgálat, amivel a, a tövestől való kifordulást, illetve hát a gyökérzetnek a, a jóságát tudjuk vizsgálni, ez egy húzásos gyökérvizsgálat. Ez mit jelent, hogy meghúzátok a fát? Így van. Egy folyamatosan növekvő erővel De mérjük. mondjuk egy pickuppal, vagy egy teherautóval, vagy egy erőgéppel? Nem, egy, túl is leghúzi, kézi, nem? egy kézi csörlővel, vagy kézi vonszolóval. Uh -huh. Azért nem lehet túl húzni, mert föl van téve egy nagyon érzékeny elmozdulásmérő is a fa törzs tövére. Tehát és ha mindössze, gyökerem megroppanna, vagy a törzs, Mindössze 2 kettő tized fokig mozdítjuk meg a fát. Uh -huh. Tehát nem történet, az kidöntitek, döntitek, vagy és? nem. <laughs> Hát abban az egy esetben, ha olyan borzasztóan odvas a törzs, és nem veszük észre, de hát az de, meg az én dolgom, a vagy a mi dolgunk, is. hogy, hogy észrevegyük, hogy nem, tör, nem tudjuk eltörni. Tehát ö, egy nem visszafordítható, tehát, ö, visszafordítható mértékben húzzuk csak uh -huh. meg a fát, tehát nem rongáljuk, nem tönkretesszük, és ebből bizonyos ismeretek és matematikai eljárások alapján meg tudjuk határozni, hogy a fa mekkora szélsebesség esetén ö, Állékony még, illetve 120 km szélsebesség esetén megfelelő mm. stabilitás. ez az a húzásvizsgálat és a vizsgálat? Így van. Uh -huh. És a vizsgálatnál pedig? Ott pedig uh, hangterjedési időt mérünk a fában, több irányba, több kérdésben. Érzékelővel... Nagyon érthetőnek az a lényeg, hogy azt, azt méritek meg kívülről műszerrel, amiben nyilván nem tudtak belelátni, hát, ha csak nincs egy kis kafán... Gyakorlatilag belenézünk a fába. Uh -huh. Ahol? egy teljesen laikus azt gondolja, vagy el van rohadva a közepe, vagy nincsen, ugye? Így van. Uh -huh. De és ennek a mértékét is látjátok? Igen, mert egy keresztmetszeti térképet rajz. Tehát egy és keresztmetszeti e... képet kapunk a, a, vizsgálat során. Mondjuk, hogy félúton van egy ilyen fa, akkor általában te az, hogy ez még maradhat, vagy pedig van olyan is, hogy te leteszed az eredményeket, mondjuk egy szakvéleményt, mondjuk egy nem eldöntendő kérdésnél, és a lakóközösség hozza meg a döntés, vagy ilyen általában nincsen, mert te neked nagyon határozottan elbillen erre vagy arra a véleményed. Én mindig teszek javaslatot. Mivel nem vagyok hatósága, a javaslatot el lehet fogadni, meg lehet el nem fogadni. Csak hát ugye által bosszották, hogy majd mondja meg a szakember, mondja meg a szakember. Hát, a szakember az konkrétan megmondja a végén? A szakember az konkrétan megmondja, de én csak akkor tudok ö, igazából nagyon konkrét eredményt mondani, hogyha rossz a fa. Ugyanis, hogyha a fa a környezetét nem veszélyezteti, akkor a lakóközösségnek kell eldönteni, hogy őket most tényleg zavarja az, hogy sötéti vagy nem zavarja. Én csak azt tudom megmondani, hogy ez a fa biztonságos. Tehát a döntést azt azért mégiscsak nekik kell meghozni. Beszéljünk egy picit uh, még arról, hogy te most uh, hogy látod Budapesten, uh, meg főleg hát ez leginkább Budapesten, meg a nagyvárosokban uh, fordul ez elő, milyen uh, ismertsége van akár a fápolóknak, akár a favizsgálóknak? Mert most azért nyilván én foglalkozok ezzel a kérdéssel, de azért egyre több embernél hallom, hogy igen, majd kihívunk valakit, aki műszerrel megméri. Tehát ez kezd átmenni a lakosság tudatába Igen, szép lassan? nekem 6 éven van, illetve 7 éven van ebben, benne, hogy uh -huh. menjen át a, a lakosság ö, ismeretébe. Nyilván nagyon sokan nem tudnak még róla. De de azért az önkormányzatoknál már azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindenhol tudnak róla. Van, ahol használják, van, ahol nem használják. Dönteni egy lakóközösségnél te elmész, teszel szakvéleményt, azt általában utána 99 vagy 100 elfogadják. Hát erre... Nem erre, erre, nehezen tudok válaszolni, általában elfogadják, de, de, tudok olyan fákat, amiknél nem végezték el az ápolási javaslatot. Mert te azt mondod, hogy igen, mint öntözni kéne tápanyagutánpótlás, utánpótlás, koronai fitás, alakítás, és ez, mond, ez mondjuk pénzbe kerül, vagy akármibe, is, ezt már nem teszik meg. Hát, hogy azért, mert pénzbe kerül, vagy, vagy, vagy miért nem teszik meg, nem tudom, de, de nem mondom el, de tudom, mm -hmm. elég gyakran mm -hmm. látom azt a fát, amit ezelőtt Tudom, én 5-6 évvel azt mondtam, hogy hát azokat a szárzákat le kéne róla venni, mert az veszélyezteti a környezetét, hát azok ott vannak azóta is. Köszönöm szépen a beszélgetést akkor Ócsvári Gábornak, és akkor remélem, hogy folytatni fogjuk majd ezt a beszélgetést, mert szerintem azért rengeteg dologra most nem jutott idő. Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm még egyszer.